Servus, Dr. Gag. Hi there, everyone. Szervusztok, kedves nézők! Hi there, my dear viewers! Elnézést az előbbi ráhangolódásért, de hát ezt nem bírtam kihagyni, elviselhetetlenül. So, I apologize for this tune-in, for this pumping up myself, but I couldn't resist, so I apologize again. Okay. Szóval itt is volnánk ennél a kis aranyos kis platformjátéknál. So here we are with this small and cute platformer game. És először is szeretnék köszönetet mondani annak ellenére, hogy ez nem egy szponzorált videó a Gatling Goat Studiosnak. So I would like to say thank you first, even if this video is not a sponsored video for the Gatling Goat Studios. Miért is? Nagyon egyszerű, véletlenül találtam rájuk a Steamen, és elkezdtem őket követni a Twitteren, és megtetszett a játék előzetese, és egyszer csak kiírták a Twitteren, hogy ha YouTuber vagy, akkor küld nekünk egy üzenetet a csatornád elérhetőségével, és adunk hozzáférést a játékhoz. So I accidentally run into them on Steam, and I started to follow their Twitter. And a month ago, I guess, they tweeted that if you are a YouTuber, let us know, post your link to your channel, and we will give you a copy of the game. És így is történt, so it happened. Sajnos egy kicsit lusta voltam, és csak most kezdtem el a játékkal foglalkozni, úgyhogy ezért viszont az alkotóktól kérnék elnézést. So I was a little bit lazy, so after kind of a month or maybe two, only I started to make a review about this of this game. So I apologize from the devs. Az alaptörténet az nagyon egyszerű. Egy csirkét alakítunk, akinek egy gonosz fickónak a farmjáról kell megszöknie. Ez a story mód. És van egy képernyőn játszható multiplayer, ami úgy néz ki, hogy mindenki össze-vissza repked a csirkéjével, különböző gépeket lehet bekapcsolni, vagy csak tojást lehet lőni egymásra, és így minél több pontot szerezni a másik többszöri kicsinálásával. So, you probably know that the main game is a platformer game, a single player game, but there's a multiplayer, the cockfight, yeah, which is quite simple. The screen is kind of fixed. There's zoom in, zoom out, but the gaming area is fixed, and you can play with your friends in front of the computer, so it's a couch cooperative or couch multiplayer. And the goal is simple: turn on killing machines to kill your fellow chickens, or shoot eggs on them to get more frags. És természetesen a csirkéket be is lehet öltözni, be is lehet öltöztetni, na, hát elképzelhetetlen. De ezt majd később a multi van, de most nem foglalkozunk. So you can
as you can see, I cannot, but you can dress up your chicken for the multiplayer, but we will do it later, not in this video. Szóval a elképesztő sok duma után kicsit mutatok egy-két pályát a single playerből, az egyjátékos módból magyarok kedvéért. So after this bubbling, I show you some single player maps. Készüljetek fel! Véres játékbótra! So prepare for bloody gameplay! Ahogy látjátok, én már megnyitottam egy pár pályát. As you can see, I opened, unlocked a few stages. Minden pályának van egy időlimitje, illetve több időlimitje, ami alatt, hogyha megoldod, akkor egy-kettő, akár három ilyen arany pontocskát kapsz, amiből lehet vásárolni a játékban ezt-azt. So, as you can see, below the numbers, there are points, golden points, which is tied to time limits. And if you do the, if you solve the map within those time limits, you can get one, two, or three golden points, which you can spend in the cosmetics. Na, nyomassuk, gyerekek! Let's flap. Van, hogy az A-val csapkodunk, és a bal analóg joystickkal pedig irányítjuk a repülésnek az irányát. Természetesen a játékot lehet játszani billentyűzetről is, de hát nyilván ugye ez egy kontrollerre optimalizált játék. So as you can see the main controls there. And you can also play this game with keyboard, but of course it's much better to play it with the controller. Ha az irányítás az idősebbeket emlékeztetheti egy régi C64-es játékra, a Lunar Lander-re. So the controls may remind some of my older viewers for a old Commodore 64 game, Lunar Lander. No. Kijöttünk a keltetőből. We are out of the hen. Hát akkor nézzük meg, hogy mi is történik, hogyha bénázunk. Let's see what happen if we fail on purpose. I have no head! Nincs sem fejem! Na, oldjuk meg a pályát, let's solve this. Na. Ez így néz ki. Ez az újrajátszás, this is the replay.
I guess this is the score, and this is a wardrobe accessory, szóval ez egy válfa. Nem tudom, mit csinál, I don't know what that does. Ez azt hiszem a top lista, ez pedig a pálya újrajátszása, és ez a következő pálya. Ez itt, this is the next stage. Hát igen, ez egy kis pálya volt, tehát itt sokkal gyorsabban kellett volna cselekednem. As you can see, it was a really, really small and fast map. I should solve this faster, but ever since this is a review video, I don't fucking care. Tehát, hogy mivel ez egy, úgymond, nem pro gameplay, ezért úgy porvára nem érdekel, hogy milyen gyors vagyok. Kiss, kiss, you're finished. You're finished and laugh your ass off. Oops. Nope. Yeah, kamikaze. Kamichiku. Extra hangsáv a zenéhez természetesen. Láthatok, mekkora szeme volt? Extra audio. Ó, oh, itt van. Kaktusz! Itt már lehet úgymond turbó löketet adni a csirkének, amivel át lehet haladni olyan necces területeken is, mint ahogy itt látjátok a forró és folyamatos, vagy folyamatos füstfújást. So you can give a charge with the right trigger to your chiku, but you have to aim. Like this, oh, my feathers was on fire. Lángult a farktollam. Na, mondom én. Hát ez elképesztő. This is... Yeah. Oh! Igen. Never trust the free cake. Így az ingyen tortának! Oh! Még mindig tudjuk, még mindig. Igaz, hogy szárnyunk nincsen, lábunk nincsen. Oh, Mondinerből! From the wall. Well, that is true dedication right there, guys. No head, no legs, no wings, but you can do it.
Do it. Na, még egyet nyomunk. One more. Wow! Hop. Igen, a farktól lep... Felsírsz. You cry. My dead body. Hát igen, gyerekek. Annak ellenére, hogy csirkebecsinált lett belőle, még azért megmentettem a kis huncutokat. Na, hát gyerekek, ez így ennyi lett volna. A lényeget azt már vágjátok. So guys, this was it. I guess you get the point. Ja, hogy ez a... értem már. Tehát ez a felöltöztetése a csirkéknek. So this is the dressing up our chicken. Ezt pedig mindjárt megnézzük, mi ez. Ez az szerintem a főmenü lesz. You see, what is this? This is the main menu. Alright. Na. Akkor ennyi elég a kotkodácsolásból. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és a következő videóban. Hát tudom, hogy most fárasztó vagyok, de hát kit érdekel? So guys, dear viewers, thank you for being with me for this little video. I hope you enjoyed it. I hope you didn't get a headache. And I guess you got the point. You got the point of the game. I think it's a fun game. And I will see you in my next video.